belföldi repülés, mert egy első osztályú vonatjegy árának volt megfelelő az ára, ezért a mai szóval kisárutermelőknél akkortány pofáknak hívták őket, nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Ugye úgy kell elképzelni, a hajnali járattal fölhozták Pestre az árut, eladták és utána hazamentek és annyit fizettek, mint egy vonatjegy. Ahogy nézem, mindjárt ki is gurulunk, tehát nem fogok sokat mesélni. 21 éve újította fel a Oldtimer Alapítvány, és természetesen azóta is igen alaposan karban van tartva. Mai repülésünk az egy gyönyörű Budapest lesz. Gyönyörű, nyugodt a levegő, tiszta a kilátás. Szerintem mindenki meg fogja találni a budapesti főpontokat. Ehhez nagyon jó tájékozódást adnak a stadionok, tehát a Fradi stadion, a Népstadion, MTK stadion, mindent gyönyörűen föl lehet ismerni, pályaudvarokat és hát nem mondjam a parlamentet és a Hősök terét. Szerintem felejthetetlenül szép út lesz. Ma már néhányszor megyünk és ez megunhatatlan. Tehát annyi a kérés, hogy élvezzék a repülést, és csak ennyi. És még egy kérésem van, hogy ha lehet, ne vigyék el a szép zöld zacskót és a safety cardot, mert azt sem szeretjük pótolni. Jó, természetesen a zöld zacskó arra van, amire gondolnak, de ilyen időben nem létezik, ha nem ivott valaki túl sokat, akkor nem lesz semmi gond. Itt vagyok hátul, bárkinek mondja van szól, jó? Tehát úgyse lesz, mindenki az úttal lesz elfoglalva. Na, élvezzék az utat, én is azt teszem. Köszönjük!
kerék. Széchenyi Lánchíd.
ezek panelházak. Kőbánya kisztes. Kossuth állomás. Elhaladt. Körforgalom az ütközt temető. Ott jár a 2002-es erdős. Igen, meg arra, hogy a 68-as is. Igen. Meg a 95-es is. A 95-es is arra jár. Lassít, hogy elhagyja a kifutó pályát. Na, most fordulunk jobbra.
gondolom, hogy el is hagyta. Ott a Farosi karuszat veretes. Ez már pont. Itt az Elci Aladár mellett. Ő 2 évvel ezelőtt visszakapta a régi testvérét. Az Elci Aladár. Azon dolgoztunk is az Elci Aladáron, azt csiszoltuk. Igen, együtt csiszoltuk. Nem akar be mellé állni a Faros busz mellé. Mi mindig járunk otthon.